Csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Tudják, megígértem, még bőven van idő a választásokig, de sorba megyünk, és az ország föllelhető összes fiatalját meginterjúvoljuk, akinek politikai függősége van, politikai érdeklődési köre, avagy egy meglévő politikai egyesületnél, fiatal szervezetnél dolgozik már. Következő vendégünk Balogh Géza, Erzsébetváros Fidelitas elnöke. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is! Hát hogy kezdődött ez? Nagyon régen kezdődött az a helyzet, 2014-ben kezdődött az egész, még középiskolás voltam, amikor elkezdtem a Fidelitas fele érdeklődni. Hát lassan már túlkoros lesz a Fidelitas, 35 évig. Igen, lassan túlkoros leszek. Ugye országgyűlési választások voltak 2014-ben. Kaptunk olyan jeleket az iskolából, emlékszem rá, ami arra ösztönzött, hogy lehet, hogy nekünk is kéne foglalkozni, egy barátommal közösen léptünk be, még akkor Békés Csabán, ugyanis vidéki vagyok egyébként, vésztői származású, ott léptem be a Fidelitasba. Ott is tevékenykedtem, mindaddig egyébként, amíg fel nem költöztem Budapestre tanulmányaim miatt. Nem nagyon találtam a helyemet eleinte. Nyilván a társaim az egyetemen segítettek ebben. És jött az ötlet Békés Csabáról, jött a 18-as választás, kérték a segítségünket Csabán. Mondtam, hogy nem nagyon tudok lejárni Békés Csabára, de nagyon szívesen jönnék itt Pesten bárhova segíteni. Kaptam az ötletet, hogy jöhetnék esetleg a 7. kerületben, és vonzó is volt, mert szimpatizáltam is Erzsébetvárossal, ugyanis nagymamám talán nem biztos itt született, vagy a 8. kerületben, csak neki el kellett költözni a II. Világháborúban. És így kerültem a 7. kerületben. Ezen a tájon. És mit tanult? Gazdálkodás és menedzsmenten jártam a BGR-re. És hol tartunk? Végzett? Folyamatban van, nem végeztem még, de most szüneteltettem is, és jövőre fogok jelentkezni levelezőre vissza. Egyelőre most a szakmai karrieremre koncentrálok. Az mit jelent, mivel foglalkozik napjában? Egy italkereskedésben dolgozok, nem hosszú ideje, illetve van egy családi vállalkozásunk, Budapesten is vannak üzleteink, illetve most már csak egy üzletünk, és vidéken is vannak üzleteink. Hentesek vagyunk, és abban segítek be nagyon sokat édesapámnak. Az nagyon jó, és azt a szakmát nem akarta soha kitanulni? Ez egy nagyon szép, de nehéz szakma. Nagyon szép és nagyon nehéz szakma. Édesapám mellett nagyon sokat tudtam tanulni. Nem is gondolkoztam soha, hogy kvázi iskolában kitanuljam a hentes szakmát. De hál' Istennek apukám, mert nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni, és nagyon el tudtam. Na, de hát a gazdasági főiskolának a tanulmányaival akár egy hentes boltot is el lehet vezetni. Igen, így van. Tehát már becsapni nem tudják. Miért vonzó ma a politika? Mit talál abba olyat, amiért azt mondja, hogy jó menő bizniszt félre lehet tenni, persze amit a szülők kiártak, és önnek csak folytatni kell, persze az sem könnyű. Tehát mi az, amit vonzónak talál a politikába? Én úgy gondolom, hogy az embernek van egy képe a világról, és ezeket be lehet határolni nagyjából a politikai irányvonalakban is, illetve politikai pártok közül is lehet így válogatni. Mindig is igazából a családom már egész pici korom óta a Fidesszel szimpatizál, és nem is állt tőlem távol igazából a konzervatív irányvonal. El kell dönteni az embernek, hogy szeretne vele foglalkozni. Az első időkben szerintem hobbi, utána pedig az embernek az életévé válik. Most a helyhatósági választásokon hát nem nagyon győztek. Hát nem. Ez így van sajnos. Mit rontottak el? Nem tudok senkit se hibáztatni. Mindannyian megtettünk mindent, nagyon sokat mentünk, kvázi felkeltünk reggel, elmentünk a dolgunkra, végeztünk a dolgunkkal, jöttünk kampányolni. Ha kellett, akkor 11-ig, 10-ig ott ültünk a klauzálon az irodában. Nem tudom, egyszerűen minket is lesokkolt, tehát 10 helyből egy helyen sem jutottunk be sajnos itt Erzsébetvárosban, illetve a polgármester is vereséget szenvedett. Nem tudtuk, minket is sokként ért.
Ma próbálnak ezen valamit változtatni? Próbálták kiellemezni, hogy mi nem sikerült, mit kéne jobban csinálni? Igen, nem is az volt inkább a lényegi része, hogy mi ezt kielemezzük, hanem azt, hogy mi az, amit esetleg jobban tudunk csinálni. Próbálkozunk, igyekszünk minél többet megtenni azért, hogy a jövő időben elkövetkezendő választásokon máshogy sikerüljön. Jó, akkor ezzel nem is szekálom. Mibe tellik ma a munkájuk ennek a fiatal csapatnak? Hol segítkeznek? Volt egy régi ifjúsági szervezet, úgy hívták őket, hogy Kisdobosok úttörők, egy úttörő ott segít, ahol tud. Gondolom, hogy egy fidelitásos is ott segít, ahol erre szükség van. Hol segítenek? Ugye ez most egy kifejezetten bonyolult helyzet manapság, ugyanis veszélyhelyzet van, és egy koronavírus járvány kellős közepén vagyunk. Ott találjuk önöket az önkéntesek között, akik a polgármesteri hivataltól járnak bevásárolni? Nem a polgármesteri hivataltól, mi a Fidesz zászlaja alatt végezzük ezt az önkéntes munkát. Minden azzal kezdődött... Ja, persze ott egy más világos, igen. Minden onnan kezdődött, hogy kihirdették a veszélyhelyzetet. Eleinte egyébként nem tudtuk, hogy mit tévék legyünk, aztán végül is megkaptuk az irányvonalat, felhívtuk az összes kerületben élő veszélyeztetett életkorút, nagyjából teljesült is. Akinek segítségre volt szüksége, mai napig egyébként állunk rendelkezésére. Nagyon sokan vannak, akik eléggé kiszolgáltatottak, mert már akár 80 év felettiek is, a családjuk sem tud nekik segíteni. Mi igyekszünk mindent megtenni, hogy ne szenvedjenek hiányt. Illetve én nem is azt látom inkább problémának, hogy nem sikerül nekik a bevásárlás, vagy nem tudnak elmenni a gyógyszertárba. Inkább az emberi szó. Igen, így van. Például az unokák ölelése, egy puszilgatás az unokákkal, az hiányzik nekik inkább, mert úgy gondolom, hát azt még most ne. Igen, ez az, ami hiányzik nekik, és nem az, hogy ők bevásároljanak, meg át tudják intézni ügyes dolgaikat. Értem, önnek is vannak szülei, vannak még nagyszülei? Igen. És azért telefonál rendesen haza? Igen. Akkor így tovább. Visszavárjuk, ha történik önnel valami, és a csapataival, és jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen. És bármi olyan rendkívüli történik önökkel, akkor telefonáljanak nekünk, és mi figyelünk. És addig is szervezzék magukat, mind ahogy a többi ifjúsági szervezet is szervezi saját magát. Kedves nézőim, az elmúlt percekben megpróbáltuk bemutatni Balogh Gézát, az Erzsébetvárosi Fidelitás elnökét, és mint hallották, ők járják a maguk útját, nem őtőlük függött, hogy sikere nekik vagy nem, de úgy tűnik, hogy ők bizakodóak, hogy akkor majd legközelebb sikerülni fog. Addig is tovább dolgoznak a szent cél érdekében. Köszönjük, hogy itt volt, és mindig visszavárjuk. Hamarosan jön a híradó, előtte előzetesek, aztán gyorsan elmondom, ki mindenki lesz még ma itt nálunk. Itt lesz dr. Komáromi Zoltán, házi orvos és egészségügyi politikus, majd jön Pászkán Zsolt, Románia szakértő a KKI-tól, de itt lesz a Fekete Doboztól Pesti László is. Aztán jön Csernus László Újbudáról, és végül, de nem utolsó sorban, itt lesz Gurmai Zita is. Tartsanak velünk, ez a mai kínálat.